A gyermekek adóazonosító jele a 2015-ös évről szóló bevalláshoz szükséges majd először, aminek határideje 2016. február 25-e. A Magyar Nemzet értesülései szerint a 2005 után születettek automatikusan kaptak adóazonosító jelet, előtte viszont csak akkor adott ki ilyet a hatóság, ha külön kérte a szülő. Adókártya pedig csak a 2008 után születettek esetében járt, és náluk is lehettek kivételek. Az adóhivatal a visszaélések elleni küzdelemmel indokolja a változtatást. A jövőben így pontosabban nyomon követhető, hogy kik után akarják igénybe venni a családi adókedvezményt. 2016. január 1-től csak azok vehetik igénybe a családi adókedvezményt, akiknek az eltartottaknak megvan az adóazonosító jele is. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeknek meg kell igényelni minél hamarabb az adókártyát, természetesen ez fogja tartalmazni az adóazonosító jelet. Nagyon nagy a sorba állás az ügyfélszolgálatainkon, hiszen mindenki az utolsó pillanatokra próbálja hagyni ezt. 2016. február 25-e az a legkésőbbi határidő, mikor ugye a személyvédelemadó bevallást be kell adni az egyéni vállalkozóknak, tehát eddig érdemes beszerezni ezt az adóazonosító kártyát. A KSH adatai szerint évek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálják a legtöbb születést az országban, ezért itt érinti a legtöbb családot a változás. Az adóazonosító jelet a gyermekek születése után egy adatlap kitöltésével lehet igényelni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Feltétel természetesen az, hogy a T34-es nyomtatványt töltsék ki az adózók. Itt az adózónak a nevét, illetve elérhetőségeit kell feltüntetni. Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek adatait kell megadni ezen az adatlapon, és a szülő írja alá. Természetesen be lehet adni ezt az adatlapot elektronikus úton is, hogyha valaki megteszi, akkor elkerülje a sorban állást. Az idejében egyébként itt július végéig több mint 17 ezer ilyen adókártya igénye is történt meg. A nyomtatvány kitöltése után személyesen is lehet igényelni az adóazonosító kártyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatán. A jövő évtől a havi bérszámfejtéshez is kéri majd a munkáltató ezt az adatot.